Jól látszik a rendőrök fotóján, hogy a kocsi eleje oldalt törött össze. A sofőr néhány napja itt ezen a Bonyhádi útszakaszon hajtott bele egy másik járműbe. A vétlen autóban ülők közül egy fő könnyebben megsérült. A balesetet okozó 64 éves férfi viszont meg sem állt, hogy kiszálljon, azonnal elhajtott a helyszínről. A rendőrök alig 45 perc alatt végül elfogták a cserben hagyó sofőrt. A férfit kollégáim előállították, és az előállítása során kiderült, hogy a szonda pozitív értéket mutatott, tehát ittas lehetett akkor, amikor a balesetet okozta. A férfinak ezért a baleset okozása miatt, és azért, mert segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről, biztosan felelnie kell majd, és valószínű, hogy ittas vezetésért is büntetést kap. A 64 éves sofőr egyelőre néhány napot egy fogdában tölt, amíg a bíróság el nem dönti, szükséges-e letartóztatni. A férfit a cselekmény súlyára való tekintettel a bonyhádi rendőrök őrizetbe vették, így őrizetben várja az ügy folytatását. A valószínűleg ittasan balesetet okozó férfi jogosítványát a rendőrök már az elfogáskor elvették.